A mi hazánk mozgalom javasolni fogja az igazságtalan és megalázó Trianoni Békeszerződésről szóló jogszabály hatájon kívül helyezését. Torockai László elnök a vendégem jó estét kívánok. Estét kívánok. Hogyan gondolják ennek a jogszabálynak a hatályon kívül helyezését? Ugyanúgy, mint minden érvényben lévő jogszabály hatájon kívül helyezését, ugyanis az a megdöbbentő állapot van jelenleg Magyarországon, hogy az 1921. évi 33-as törvény, ez tulajdonképpen a Trianoni Békeszerződés önmaga, tehát semmi más nincs ebben a törvényben, csak maga a Trianoni Békeszerződés, ez jelenleg is egy hatályos jogszabály Magyarországon, ami egészen elképesztő. Jó, tehát a Békeszerződés. Hát a meglehetősen egyetértés van a történészek és a jogászok között is, hogy már a 47-es Párizsi Békeszerződés az érvényes, nem a Trianoni. Hát ez nem így működik. Tehát, hogyha valaki bárki ezt, el bár, bárki, bárki ellenőrizni tudja, hogyha mondjuk megnézi az interneten a hatályos jogszabályok gyűjteményét, akkor ott látja az 1921. évi 33-as törvényt, erre rákeres, akkor ez egy hatályos jogszabályként megtalálható törvény. Én azt gondolom, hogy ez egy mulasztás, ez a magyar politikum a Magyarországgyűlés mulasztása. Nyilván 1945 után mondjuk az úgynevezett rendszerváltozásig, mondjuk 1990-ig tilos volt erről beszélni, de azóta azért most már eltelt néhány évtized, megdöbbentő, hogy érvényben van, annál inkább is megdöbbentő, mert egyébként maga az 1947-es Párizsi békeszerződés, amelyről szintén van egy törvény, Nyilván az egy 47-es törvény, de hát az szerint ugye három olyan magyarországi település az akkori Csehszlovákiához került, ami jelenleg Szlovákiához tartozik. Viszont súlyos ellentmondásban van az 1947-es törvényünk az 1921-es törvényel, hiszen a 21-es törvény szerint Sopron és még 8 nyugat-magyarországi település jelenleg is Ausztria részét képezi. Tehát már csak önmagában ezért is hatályon kívül kellene helyezni, de azt gondolom, hogy ez mindenek előtt erkölcsi, erkölcsi, morális kötelessége a Magyarországgyűlésnek, főleg ez egy a trianóni jogszabály. békeszerződés századik évfordulóján. Abból a szempontból nem üres jogszabály, hogy először is semmilyen hatályban lévő jogszabály nem lehet üres jogszabály, tehát az egy törvény. Nagyon fontos. Kettő, addig, ameddig a Magyarországgyűlés érvényben tart egy ilyen jogszabályt, addig semmilyen, nem csak morális, hanem jogi lehetősége sincs a Magyarországgyűlésnek, és hát a Magyarországgyűlés a magyar nemzetet képviseli, egyáltalán vitatni a Trianoni Békeszerződést, kvázi mi tartjuk életben, mi tartjuk érvényben, és mi mondjuk azt, hogy ez egy jó dolog, ezt mi elfogadjuk, miközben maga egyébként a törvény. Ön hallott ilyet a magyar parlamentben, hogy a Trianoni Békeszerződés egy jó dolog lenne? Hát majd most ennek a javaslatunknak a vitája során, hiszen remélhetőleg a, a parlament elé kerül ez a javaslatunk, ugye mi a hatájon kívül helyezést kezdeményezzük, Fülöperi kországgyűlési képviselőnk fogja ezt kezdeményezni februárban, Reméljük, hogy a vita során kiderül, kik azok, akik ezzel a nemzettel vannak, kik azok, akik hazárulók, hiszen ez egy olyan kérdés, ami, amit a Magyarországgyűlésnek kell eldöntenie. Nem a nagyvilágnak, nem az ensz nem Romániának, nem Szerbiának, Szlovákiának. Ezt nekünk magyaroknak, a Magyarországgyűlésnek kell eldöntenie, hogy mi hatályban akarunk-e tartani egy olyan, békeszerződést, amely a világtörténelem legigazságtalanabb békeszerződése, Jó. és egyébként hagyj hagy tegyük azt hozzá, hogy egy csomó olyan egyéb paragrafus van, olyan cikk van még egy ebben a törvényben, magában a trianoni békeszerződésben, nem csak Sopron, és nem csak a nyugatmagyarországi települések, ami a törvény szerint Ausztria része jelenleg is, ami egészen megdöbbentő, hanem például a magyar honvédségre vonatkozó olyan megkötések, amiket egyébként már a kommunista diktatúra során is meghaladtak, vagy megtagadtak, vagy nem tartottak De be. Pont pont most mondja ön, hogy ez egy üres jogszabály pont saját magával Nem üres, vitatkoz, törvény, hiszen... nem, nem törvénysértés nem, törvénysértés. Jó. Tehát ez egy, ez egy mulasztás, Jó. ugye törvénysértés, hogyha valaki ezt megsérti. Mulasztások történtek, és mondok még egy nagyon fontos szempontot. Ugye egyrészt, hogy mondtam, jogilag, morálisan sem vitathatja addig Magyarország ezt a trianoni békeszerződést, ameddig mi magunk érvényben tartjuk. Mondok még egy megközelítést, Szerbia. Ott van ugye Szerbia esete. Szerbia, miközben de facto elveszítette Koszovót, a közben Szerbia sem az alkotmánya, sem a saját törvényei, sem egyébként az állam államberendezkedés, de még a szerbiai televízió időjárás jelentése sem ismeri el azt, hogy Koszovó ma már nem Szerbia része. Tehát ők ugyanúgy a szerb térképen Koszovót jelölik. A szerbek teszik ezt azért, mert abban bíznak, hogy eljön egy olyan kedvező nemzetközi környezet. Ugye ezt nem tudhatjuk, a világ változik, látjuk, hogy, hogy folyamatosan változnak a nagyhatalmak, a súlypontok, stb. Eljöhet egy olyan nemzetközi pillanat, amikor Szerbia újra de facto is ö, Koszovót ö, Szerbia részének tekinteti. De addig is nem ismeri el, a saját törvényei szerint nem ismeri el azt, hogy Koszovó elszakadt Szerbiától. Hát Magyarország számára. A akkor Koszovót itt a, kapják a... meg, vagy egy újabb NATO bombázást? Itt, itt, itt a példa. Jó, fennáll a veszély azért annak, hogy önök tiszta jó szándékból kárt fognak okozni. Gondolom számoltak ezzel. Hát ez az utódállamoknak olyan, mintha olajat öntenének a, a tűzre. Konzultáltak bármelyik határon túli szervezettel is, hogy ők mit szólnak ehhez? Vannak tagjaink és vannak szimpatizánsaink között, nagyon sokan olyanok, akik egyébként határon túl, ha úgy tetszik, a trianoni határon túlról származnak. És ugye kérdés az, hogy kikkel konzultáljunk. Vannak, akikkel egyébként konzultáltunk, akik ott lesznek. Jövő héten, 25-én lesz az évértékelő beszédem, ott lesznek határon túli szervezetek vezetői. Velük nyilvánvalóan folyamatosan konzultálni fogunk a jövőben. Az és ugyanakkor, ugyanakkor például az RMDS-szel nem gondolom, hogy ebben az ügyben konzultálnunk ő, ő kellene, hiszen képviseli. voltak hiszen voltak olyan, hát igen, ők képviselik, ők képviselnek egy bizonyos kört, vagy ők képviselnek egy bizonyos szavazó szavazótábort, miközben volt, amikor éppen a, a balliberális hazáruló pártokkal ugye, működtek 2010-ben, amikor a jöván. könnyített honosításról szóló törvény volt, annak a reakciójaként született meg a felvidéken ez a bizonyos kettős állampolgársági törvény. Tehát egész egyszerűen tartani lehet attól, hogy enne ez vissza fog ütni, ez az önök javaslata. Nézze, ez a politika vezetett oda, ahol jelenleg tartunk, hogy a magyarság soha még egyébként háborúk alatt sem fogyott olyan elképesztő ütemben, főleg az elszakított területeken, mint az elmúlt évtizedekben. Tehát lehet természetesen... Lehet természetesen... Nem, nem, hanem folyamatosan egy meghunyászkodó, folyamatosan egy hátráló külpolitikát folytat Magyarország, most már évtizedek óta. Mi mindig azt nézzük, hogy a románok érzékenysége, a szlovákok, a szerbek, vagy éppen az ukránok érzékenysége számít, miközben egyébként itt Ukrajnában, hát ennél, ennél finomabban, ennél finomabban nem lehet. most blokkoljuk éppen a, nem lehet az, az ukránok, összes európai nem lehet, e, Igen, igen, miután terrorcselekményeket követtek el az ukránok, a kárpátai Jó, magyarok és ez érdekvédelmi szervezetének székháza székháza, Előntosan, miközben, hát önök miközben, de hogy is, hát miközben Kárpátaljával és Ukrajnával kapcsolatban a magyar külpolitika most ne az elmúlt hónapok vagy az elmúlt hetek eseményeit nézzük, hanem az elmúlt évek, elmúlt évtizedek eseményeit nézzük, Ennél jobban már nem segíthette Ukrajnát, mint ahogy segítette a magyar külpolitika éveken, évtizedeken keresztül. De figyelj, minden, De, miközben ott van meg ez ugye a mert, miközben, sek, ott masíroznak miközben, munkács utcáin, meghallják ezt az ötletet még két irodát fognak fölgyújtani. hát azért ugye nem kell még bocsánatot kérnünk, hogy egyáltalán mi magyarok létezünk, remélem azért egyáltalán ott, nem, még csak nem hogy, remélem, hát, hogy, hogy, hogy fölmérték a Nem, nem fölgyújtottak terrorcserekményt, tehát bombát volt, dobtak a, a magyar, volt, amire magyarok, érdekvédelmi szervezetének épületére úgy, hogy nem volt egyébként, tehát érvényben volt mi magunk, mi magyar országgyűlési képviselők, általunk megválasztott képviselők tartották életben a trianoni békeszerződést, és ők mégis bombát dobtak a, magyar Magyar érdekvédelmi szervezet székázára. Tehát nem gondolom, hogy ettől lesz, meg lesznek majd, nem tudom, magyar ellenes támadások. Én ezt teljesen kizártnak tartom. Javítani de de 2004-ben vagy 2005-ben, mondjuk Szerbiában, amikor napi szinten támadtak meg magyarokat az utcán, csak azért, mert magyarul beszéltek, akkor nem volt ilyen előzménye. És mégis támadták a magyarokat. Dorockai László, köszönöm, hogy eljöttem. Köszönöm.